milyen változást tesznek. Hát, mikor püspök lettem, azt gondoltam, hogy egyszer csináltam, hogy már dispozíciós kört, és utána már csak egy-két dispozíció lesz, nem nagyon lesznek változások, mert az élet is változik. Ugye, már az ókori filozófustól tudjuk, hogy ugyanabban a folyóban nem lehet belépni, mindig van valami új betegség, egyéb szempontok, úgyhogy most is van ilyen dispozíció. Ország kiloratlan a múlt, ebben az évben már össze komolyan megbetegedett, már voltunk, hogy a földtüdejét fölépült, de valójában kérte a felmentést az esperességet, Csaba csak kapta meg, és úgy látszik, hogy ő egy helyiséget, még egy közösséget tud szolgálni, mert úgy látom, hogy többet már nem ítelni. Fölmentettem a Dabas alsó és Dabas felső alól, neki a gyúl marad, szolgálati helynek. Aztán kineveztem Mészáros a csapatját. Dabas alsó primánságnak, a Dabas felső primánságnak, kormányzóvány lete, új lettei primányi kormányzóvány, amúgy is Dabas kettő, így is tudok jelenleg szépezni. Úgyhogy így történt. Új harfiánt, Kelemen Zoltán, nem mondom el végre a világtól, Ócsányi lakniban egy házban, ahol szeretem, hogy a honnúri egyet is helyettes, mint nyugdíjas viselkedő. Zoltán Tepedő megkapja új hajtját. Ugye van még olyan hajtják, aki külföldi szolgálatban van, illetve a távoli püspökatja, mert akkor minden püspököt megkeresett. Segítség, tudunk-e adni valami távoli lelkészi szolgálatot. Hát ilyenkor merül fel a kérdés, hogy egy útját találjuk meg a püspökben, hát nem, nincs emberünk. De hát mégis, hogy tudunk segíteni egy másik püspök testvére, hogy hát ennek fényében egy pap testvért egy éves távoli lelkészi szolgálatra rendeltek, az Dobjász a látja, akit a Balassagy Almatoszalézi Témánián a szolgálatot, ezért fölmentek, és egyébként szolgálta, hogy a távol lelkesítve, tehát talán kell szívesen a testvére rendőrben, és egy ilyen karakterelé szolgálni. És ezzel ezért segítünk a távol lelkesítve szolgálni. És hát ezt azért is tehetem meg, mert Balogh László vagy, aki Amerikában, Passaiban, New Jersey államban szolgált, lejárta a 6 éves mandátumban, és ő örömmel is jött Magyarországra, úgyhogy ő fog Balassagyarban szalizni témánál kerülni témát, hogy este is jön vissza a rokkalszakra. Csehát Sirály, Csehát Halál Kíriával, igen. Hát igen, moderátor is lesz itt a rokkalszakra, tehát azért nem tudom, hogy matkozott ilyen. Szécsi Eszter is kerülhet Esteresen. Ahol még komoly változás van, Kovács Attila Mózes, atya komoly betegséggel küzd. Most terüli majd a lapokban, hogy most őt meg lehet-e nyitani, vagy nem. Amennyiben meg tudják nyitani, akkor az a remény, hogy az ő reménye is, hogy szeretné szolgálni, az egyébként csak 65 éves, de reálisan ennyi is tud ellátni Tápió Györgyét. Tápió szőlőst és új szívást már nem, tehát Tápió szőlős, ahol fölvettettem őt, és a Nagy Kárpályi Esetes Témás Lengyel Zsoltatja témájú kormányzó beszélt, tehát János Atyával, aki akkorosan szolgáló segítenek. Új Szilvás pedig Szeglét kapja meg. Szegléden kis változás történik, hiszen Szegedi Péter, már 77 éves, már nem néz ki annyira, de tényleg kérte a nyugdíjazását, nyugdíjba helyezem, de nem küldöm el Szegedi Péter, ott van a kisegítő lelkész, a mostani kártán bejelentett, hogy Tamás a Kereszt a Rémános, Péter a Rémános, a kisegítő lelkész, a Rémános, 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 a Rémános
Jó, hogy vannak diakonusai, és az ő segítségére lehet kérni, hiszen oda a hódolató lépánosok nem tudok biztosítani, hanem Sanyi lehet lépánai szervező akkoritusként fogja ellátni, aki majd aztán diakonus is lesz, hiszen egy állatkérzőben. Moderátor szalvatóhelyet lesz mindhárom településnél. Drége egy barát, Ibói Mece Hunt, való Stella Hedding, mindegyéges ellátásában bántékből tanul a kestereseket, mert a kormányzat fölmente, és szalvatóhelyet kérdő lépánkő kormányzóban és moderátor területen. Gyuri Atya, szolgálatok eltartásában azért megtartja a feladatként, hogy Romhánynak a lépánya moderátor lesz. Romhánynak nagyon tehetséges diakonusok a szolgálatok mollállatások, hogy új érzelme, hogy ma is van, hogy jó az érdeklődés. Valójában itt a változások, hogy új Géza Atya kerül most. Géza Atya szintén elmondhat, bőrgyógyászati problémája van, aztán gerinc gondolom, hogy két ponttal közlekedik. Már most sikerült kiújtani neki a holtengert, ott volt állapotát, és most éppen mondom, hogy már közlekedik. De sajnos, hogy tartós gyógyulást kell leállni, és hogy nyugdíjba engedte, mert Budapesten a nyugdíjas kitartozást korában éljen, és hát nagyon kísérült. Cigány pasztoráció feladatot egy világműködtársak Mária Jánosnak ismert, segítkezik nekünk, ő látja el, és úgy kerül sorra, hogy a hollállás diakonusként Romhányt pasztorálja, illetve ő jöttünk a modellátorra. Őkéből fölvett a részállás a Magyarországot, tehát a Lasba kerül, és Lutelános Pétert kerül. Őké és a hozzátartozó felelőse. És hát mindezek tükrében, hogy a Szalcsalkotályán főprémányai kisegítő lelkészi szolgáltalakban Szalkami Ajatját fölmentem, és Tóth Ferencekkel pedig fölmentem a moderátori feladatok arról, őt nincs is felső követén prémányát, illetve prémányát érinti, bezártam is. Ami még változás, hogy legényben Dézsához kerül, közelebb is van a kultusabb, hogy az úr Zsolti Kolyaki fogja látni azt a helyet, és a Bezár Tamás nevét, illetve a Deák Rémánján. Ő lesz mentve a legényben látása, a cserében, hogy az előbb említett változás történik. Dr. Kovács Lajos atyán, aki jelzőjt a közösségből, tehát hozzám már néhány éve, Gödöllői szolgálatot támadán, fölmentem a Gödöllői szolgálatokra, és Fótra kerül Sándor atya és a másik Sándor atya mellé kápolnának, hogy kapcsolatot tegyen működést kívánok. És ami még egy érdekes, és újdonság és öröm, hogy Mojzs Gábor visszatér a szolgálatba. Az ő feladat